Szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a szép estén, és a mai alkalommal a Git verziókezelésről lesz szó. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai alkalommal. A, ez elején egy kis alapismeret, hogyan kell a Gitet használni, hogyan tudunk nagyon gyorsan elindulni magával a verziókezelővel. Utána megnézzük, hogy hogyan lehet branch-eket kezelni, több verziót kezelni, hogyan lehet ezeket összeolvasztani, és egyéb ilyen dolgokat. Utána megnézzük, hogy mit lehet csinálni a távoli repókkal, hogyan lehet megosztani a Kódot a kollégákkal, hogyan lehet megosztani a ö, különböző ö, egyéb fejlesztőkkel, hogyan lehet mondjuk egy open source projektet indítani, és azt menténelni, hogyan lehet föloldani azt, hogy bárki komitolhat a repongba, mégsem írhat bele bárki bármit a kódunk közé. Ezt fel fogjuk oldani majd a legvégén. Jó, akkor. Nézzük meg e, először a kicsit a verziók kezelés alapjáról, nem akarok nagyon itt szaporítani a szót, de ugye talán e, azt érdemes tudni, hogy e, amikor az ember megpróbál kilépni abból, hogy különböző könyvtárakba elkezdi mentegetni a fájait, index, e, php vagy config 1, config aláhúzása, egy config 2, és így tovább gyűlnek ezek a e, fájlok, -ok, aztán kialakítja az ember azt, hogy különböző ilyen e, Dátumokat tesz bele, és már nagyon profin ö, dolgozik, de még mindig nem az igazi, akkor eljut oda, hogy valahogy verziók kezelni kéne ezeket a fájlokat, tudnia kéne, hogy mit, ö, milyen verziók voltak, és ö, nem utolsó sorban a legjobb ö, arra a négy kérdésre megkapni a választ, hogy ki, mikor, mit, és miért módosított magán az állományon, vagy az állományokon, hogyha ez egy nagyobb repo ami összefügg.